Pék Henrietta pedagógiai asszisztensként dolgozik az intézményben. Az adventi időszakban nem először készített különleges, a karácsony ünnepének várakozásához méltó interaktív meglepetést az iskolásoknak. Ez évben is formabontó ajándékkal lepte meg az iskolásokat és pedagógus társait. Ez egy igaz szívből jött adventi ajándék. Az egyik kolléganőnktől, Pék Henriettől, aki pedagógiai asszisztens itt nálunk már több éve, egyébként a mi tanítványunk volt, ide járt általános iskolában is, rendkívül kreatív, nagyon szereti a gyerekeket, nagyon szereti a munkahelyét, és hát nem sajnálta a fáradtságot, hogy egy ilyen csodát tegyen nekünk ide. Ugye a pedagógusok azt tudták, hogy otthon készül valamire, de amikor meglátták az alkotást, akkor hogy értékelték, mi volt a véleményük? Hát egy ilyen teljesen hatalmas meglepetés. Tehát bejöttünk ide az iskolába, tudtuk, hogy készül valami, mert a gyerekek is részt vettek benne, ők színezték az ábrákat, azt is tudtuk, hogy ez egy könyv lesz, ez az adventi naptár, és hogy ez egy nagy könyv lesz. És akkor az ember gondol egy nagy könyvre, ami az asztalon kinyitva egy nagy könyv, de amikor bejöttünk ide, és ugye nagyon jók az adottságok is, mert fényes ez az aula, nagy az aula, tehát nagyon jól illeszkedik színében, mindenben, hát hatalmas volt a csodálkozás, meg az öröm, tehát egy igazi szép napot szerzett nekünk ezzel mindannyiunknak. Idén az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan Henia tanulmányai és munkája miatt nem készült dekorációval, de aztán az élet és a járványhelyzet mégis úgy hozta, hogy volt ideje alkotással foglalkozni. Ez már a többedik év, hogy csinálok ilyet, de most a munka és a főiskola mellett úgy gondoltam, hogy nem lesz rá időm. Aztán hát a vírus időszak úgy hozta, hogy elég sok időm maradt, és hát láttam egy képet az interneten, és akkor hát így bővebben rákerestem, és találtam az interneten egy videót, egy angol nyelvű videót, és akkor hát így tovább gondoltam. Mit kell tudni erről a könyvről, különben milyen részekből épül föl, vagy milyen anyagokat kellett felhasználnod hozzá? Hát a nagy része az hungarocellből készült. Van egy kerete, vagyis kettő, mert két nagyobb részből áll, az fából van, és hát a papírok pedig, tehát a lapjai pedig papír, vagyis pontosabban papír asztalterítő, mert hát nem találtam ilyen nagy papírt, úgyhogy kicsit kreatívnak kellett lenni ilyen ügyben is. A könyv különlegessége azon túl, hogy minden részlete kézzel készült, a méreteiben rejlik. Az alkotás 4,5 méter széles és 2,85 méter magas. Ezért az adventi alkotás alkotó elemenként került be az iskola aulájába, ami ott került összeállításra és nyerte el végleges formáját. Nagy részt, hat kisebb részből áll, és hát ezt elméletileg úgy van, hogy össze kell ragasztani, viszont hát ugye itt nem tudjuk úgy elrakni, meg az ajtó se fér ki, ezért ilyen összeillesztéseket csináltam neki, hogy szét lehessen majd szedni, meg újra összerakni, és hát otthon nem is tudtam összerakni, tehát otthon még így nem láttam egészében, csak itt, amikor összeraktuk, és hát egyesével hoztuk el a darabokat, és akkor apukám segítségével, ő jezármester, és mindig ő szokott segíteni, és akkor most is ő rakta össze, vagy ő segített összerakni, meg lefixálni, hogy ne mozogjon az egy gyerekek mellett, azért fontos, hogy fixen álljon. Mit kell tudni arról a meséről, ami belekerült ebbe a könyvbe? Ez egy adventi témájú mese. Ugye minden napra van egy mese, plusz Szenteste napjára is van egy. Alex T. Smith, a kisegér, aki elhozta a karácsonyt, ez a címe. És hát ugye 24 plusz egy részből áll, de mivel ugye csak hétköznap járunk iskolában, ezért hát 14 részre osztottam a mesét, és hát ki kellett belőle venni részeket, mert nem fért volna rá a lapra, és ugye azt is kellett figyelni, hogy elég nagy legyen, hogy el tudják olvasni. Úgyhogy kicsit át kellett szerkeszteni, de szerintem még olvasható és élvezhető így is. Hogy írtad, mert ugye az egész kézírással történt, hol fértél el? Hát van egy üres szobánk otthon, és az iskolától kaptam kölcsönbe egy projektort, és akkor szépen megszerkesztettem folyóírásos betűtípussal, és akkor filctollal írom át. Mennyi időt vesz igénybe különben egy fejezetnek a megírása? Hát az elején még 3-4 óra,
de most már azért megy ilyen 2-3 óra alatt, de igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy én közben csinálok magamnak teát, bekapcsolok a karácsonyi zenét, illatgyertyát gyújtok, és akkor nekem az ilyen teljes kikapcsolódás, tehát olyan, mint másnak a filmnézés vagy a sport. Akkor még ezek szerint írod mindig ezt a történetet? Igen, igen, még mindig folyamatban van. Hát ezért mindig egy pár napra előre rá már megírom, hogyha történik valami, akkor azért ne legyen az, hogy egyik nap hirtelen nincsen mese, de nem akarom görcsösen csinálni, hanem amikor tényleg úgy érzem, hogy na, akkor most jól esne, akkor csinálom, és akkor így nem görcsölök rá, hogy jaj, most készen kell legyen. Until he appeared and the soul felt its worth, a thrill of hope, a weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Messziről tényleg úgy tűnik a könyv, mintha az lapozható lenne, de hogyha közelebb jön az ember, akkor látja, hogy minden egyes mesebetét úgy van föltűzve rá. Hogy vagy, mikor szoktad ezeket cserélni? Hát 4 órakor elkezdem, és akkor gombos tűvel teszem fel őket, a rajzokat is, meg a szöveget is, és akkor hát egy 40 perc körülbelül, mire felteszem, meg ugye leszedem az előzőt, úgyhogy nagyjából annyi. Igen, a családodot említetted, hogy nagyon nagy segítséget adtak, de itt látom, hogy grafikák is elhelyezésre kerülnek a könyvben, ők szintén cserélhetők. Azok hogy készültek? Hát azok is ugyanúgy projektorral, az interneten kerestem képeket, és hát az elején úgy volt, hogy kinyomtatom, de aztán ugye mindegyik színező más stílusú volt, mindegyiknek más volt a vastagsága a vonalnak, és akkor gondoltam, hogy akkor egységesítem, és akkor azt is ugyanúgy csináltam, mint a szöveget, hogy félszollal átrajzoltam, és akkor így vontam be a gyerekeket, hogy ők is tudják, hogy valami készül, meg hát mindig örömmel keresik a rajzaikat minden nap, hogy most éppen melyik került fel az oldalra. A gyerekek és a pedagógusok is lelkesen segítettek az előkészületekben Henninek, aki az utolsó pillanatig titokban tartotta, hogy milyen alkotással készül. Én már november 2. felében már úgy emlegettem nekik, hogy készül valami, és hát nagyon kérdezgették, hogy mi az, de még akkor sem árultam el, amikor már ki voltak színezve, hogy mi az, mondtam nekik, hogy majd meglepetés lesz, úgyhogy minden reggel jöttek, amikor megláttak, hogy na és már elkészült, meg hogy mi lesz belőle, aztán nagy volt a meglepetés. Igen, és mindenki csodájára jár ennek a könyvnek, a gyerekek és a pedagógus társaid részéről milyen volt ennek a fogadtatása? Hát amikor említettem ugye a kollégáknak, hogy segítenének ebben, akkor hát nagyon segítőkészek voltak, és volt, hogy rajzórákat töltöttek azzal, hogy akkor zsírkrétával, mert zsírkrétával van színezve, vagy napköziben, és segítettek, és csináltak, és hozták, és ők is nagyon segítőkészek voltak, és nagyon bátorítottak. Nekik se árultad el, hogy mi fog készülni? Hát ők is kérdezgették, és elmondtam volna nekik. Nekem azért rossz ez, vagy azért nem szerettem volna nekik elmondani, mert hogyha meg valami nem sikerül, akkor meg, tehát nem akartam ezt, hogy nem sikerül, és akkor már így beharangoztam, hogy mi lesz, úgyhogy csak ilyen részleteket árultam el nekik, és akkor igazából ők csak ugye az utolsó napokban árultam el, hogy amikor láttam, hogy tényleg össze fog állni, akkor így elárultam több dolgot, de kevesen tudták, tehát nem akartam nagyon felfújni, mert hogyha meg nem sikerül, akkor meg az meg nem olyan. A diákokkal a pedagógusok tanórákon vagy napközi alatt is szívesen mennek el a könyvhöz, melyben a gyerekek és tanáraik közös munkájának, valamint Henninek köszönhetően minden nap új illusztrációkkal gazdagított fejezet olvasható. Minden nap lapoz egyet, dupla oldalasak ezek a meserészletek, fantasztikus mennyiségű munka van benne,
és hát ezúton is köszönjük szépen neki, mert nem hiszem, hogy sok helyen büszkélkedhetnek ilyennel. Az alsó tagozatosok az előbb is itt álltak, és olvasták a napi mesét. Hogy tudják ezt a pedagógusok az iskola mindennapi életébe beépíteni? Hát ez abszolút be lehet építeni, ugye adventben vagyunk, már mondhatjuk azt is, egyházi iskola is vagyunk, mondhatjuk azt is, hogy hát témánál vagyunk, tehát ez minden nap belefér egy olvasás órába, egy bármilyen technika órába, hogy lejönnek, és pihenésképpen itt szépen tanítónéni fölolvassa nekik a mesét. Olyan osztály is akadt, akik szövegértési feladatokat végeztek a könyv segítségével, így téve mozgalmassá és izgalmassá a kicsik számára az olvasás órát. Volt olyan osztály, elsősök, hogy kiadta az egész osztály az osztályfőnökkel, és akkor felolvasta nekik, és akkor visszakérdezett, hogy ki volt a szereplő. Igazából, hogy szövegértés feladatot csináltak belőle, de volt olyan osztályfőnök, ők azt hiszem harmadikos ez az osztály, hogy mindenki lejött, az egész osztály, és akkor nem az osztályfőnök olvasta fel, hanem mindenki szép csöndben olvasta, közben hallgatta a zenét, és akkor úgy magában, a saját tempójában elolvasta. Különben nem csak itt az iskolában érdeklődnek nagyon ezután a könyv iránt, hanem most már úgy országosan is gondoltad volna, amikor ezt megálmodtad, vagy amikor itt ezt felállítottátok? Hát abszolút nem. Nem, azért nem is gondoltam, mert ez az ötlet fenn van az interneten, tehát én csak tovább gondoltam. Úgyhogy nagyon furcsa volt nekem, hogy ekkora hírt kapott. Nagyon meglepődtem, úgyhogy hát nem gondoltam volna. A sors fintora, hogy igazán járványhelyzet alakította úgy, hogy a csodálatos alkotás elkészülhessen, de pont a járványhelyzet az, ami meggátolja, hogy élőben minél többen megtekinthessék a különleges könyvet. Mindenki abban reménykedik, hogy eljön majd az az idő, mikor nem csak a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai láthatják az alkotást.